A férfi szóló kategória kötelező anyaga idén a magyar Szent Benedeki szegényes és pontozó volt, a szabadon választott anyagot pedig minden versenyző egyénileg választhatta ki. Második alkalommal voltam, és jól éreztem magam, mint mindig, meg bármilyen ilyen fesztiválokon. A szabadon választott meg a széki sűrű, meg a ritka tempó volt. A páros kategória kötelező anyaga az ördöngős, füzesi, lassú és sűrű csárdás volt. A rendezvényre idén is jelentkeztek Magyarország több településéről. Szolnok mellett Rákóczifalváról és Marcaliból is érkeztek táncosok. Lőrinc Balázs Szolnokról utazott Horgosig és a páros kategóriában versenyzett. Két hónapot készültünk, szabadon választottnak pedig Vajdaszentiványi korcsost és batukát hoztunk. A versenyre 7 férfi szólista és 5 páros jelentkezett. A zsűri mindkét kategóriában választott első, második és harmadik helyezettet. Savelin László szerint az idei évben minőségi táncokat láthattak a versenyzőktől. Nagyon jó szóló és nagyon jó páros táncokat és táncosokat láttunk. A zsűrivel elég nehéz dolgunk volt meghatározni és sorrendet kialakítani. Viszont tényleg azt tudom mondani, hogy hál' Istennek attól függetlenül, hogy ugye kevés a létszám, minőséges produkciókat, minőséges munkákat láttunk. A versenyzőket a Juhász zenekar kísérte, a rendezvényen a Vajdasági Magyar Értéktár kiállítását is láthatták az érdeklődők, amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezett.